1956. Pünkös vasárnapján avatta fel a argentin magyar harcosok bajtársi közössége MHBK karöltve a magyar egyesület tanácsával a Hősök falat Buenos Airesbe, a Csakaritai temetőbe, a német részbe, és attól kezdve minden évben emlékszünk május utolsó vasárnapján a hősökre. Már 64. éve kerül sor a megemlékezésére. 2008 óta az Argentin Magyar Intézmények Szövetsége, AMIS rendezi. Mindig jelen vannak a magyar intézmények vezetői és a cserkész küldöttsége. Megemlékszünk azokról a hősökről, akik több mint 1000 éven át feláldoztak életüket Magyarország fönnmaradásért és szabadságért. Tisztelet a magyar hősöknek! Magyarország a magyar nemzet nevében köszönjük az argentinai diaszporában élő honfitársainknak, hogy 1956 óta minden év májusának végén megemlékeznek a nemzet megnevezhető és névtelen hőseiről. Köszönjük, hogy így tettek akkor is, amikor Magyarországon évtizedeken keresztül egy nemzetéletlen politika megtiltotta a hazáért életüket feláldozó hőseink nyilvános ünneplését, amikor ez a politikai kurzus a határokon túli magyarokat nem tartotta a magyar nemzet részesnek. Az Argentínában élő magyarok a megemlékezéssel minden évben tanúságot tettek arról, hogy az aktuális politikai széljárástól és megítéléstől függetlenül a magyar nemzet részeinek tekintették magukat. Hisznek a hazában, hisznek a nemzetben, annak megmaradásában és majdani fölvirágzásában. Hisznek abban az örök igazságban, amely minden magyar ember lelkében él a hazáról. Ilyet azokban az évtizedekben is, amikor a kabát hajtókájára tűzött nemzeti trikolórból font kokárda ellenzéki politikai állásfoglalás volt Magyarországon. Élt akkor és él mindazoknak a lelkében legbelül most is és mindig, akik magyarnak vallják magukat. 2010 óta már a magyar nemzet részeként együtt emlékezhetünk hőseinkre a magyar határokon innen is túl. Igaz, most a rendkívüli helyzetben újra csak az elménkben és a szívünkben lehetünk együtt, és lehetünk velük, de együtt vagyunk. Magyarország ma hálás azért, hogy a magyar diaszpóra Argentínában élő tagjai hitükkel táplálva akkor is őrizték a hőseinkre emlékező tüzet, amikor az kihúnyni látszott a Kárpát-medencében. Köszönjük nektek! Fölszállott a páva a vármegyeházra, sok szegény legénynek szabadulására. Kényes, büszke pávák, napszédítő tollak, hírrel hirdessétek, másképpen lesz holnap. Másképpen lesz holnap, másképpen lesz végre. Új arcok, új szemek kacagnak az égre. Új szelek nyögetik az ős magyar fákat. Várjuk már, várjuk az új magyar csodákat. Vagy bolondok vagyunk, s elveszünk egy szálig, vagy ez a mi hitünk valóságra válik. Új lángok, új hitek, új kohók, új szentek, vagy vagytok, vagy ismét semmi ködbe mentek. Vagy lángcsap az ódon vad vármegye házra, vagy itt ül a lelkünk tovább leigázva. Vagy lesz új értelmük a magyar igéknek, vagy marad régiben a bús magyar élet. Fölszállott a páva a vármegye házra, sok szegény legénynek szabadulására.